A béketelepi utcabál hosszú múlttal rendelkezik, most a jelenről beszélünk, mikor lesz az utcabál. Ebben az évben július 19-én kerül megrendezésre ez az utcabál. Hát ahogyan mondtad, már ez régi hagyományokkal rendelkezik, azonban sok évig nem került megrendezésre, és az elmúlt évben 2013-ban döntöttük úgy egy pár baráttal, hogy újra felelevenítjük ennek a rendezvénynek a történetét. Tudni kell erről, hogy régebben is arról szólt, hogy a béketelepen lévő utcában élő emberek kipakolják saját asztalaikat, székeiket, bográcsaikat, összeütik azt a receptet, amelyet legjobban szeretnek, amit a legkönnyebben vagy épp a legjobban tudnak megfőzni, és megvendégelik egymást. Ehhez egy kis rövid nedűvel is hozzájárulnak, már a múlt évben is voltak különféle nagyon jó pálinkák, ezért ebben az esztendőben úgy gondoltuk a barátokkal, hogy meghirdetjük, ki a legjobb mezőtúri, vagy ki a legjobb túri pálinka. Ugyanis kiderült, hogy a szomszédoknál jobbnál jobb pálinkák vannak házi főzésben, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk ezt oklevéllel is díjazni, azonban azt hangsúlyozom, hogy nem csak béketelepieket várunk erre az eseményre, amely július 19-én lesz, és 16 órától kezdődik majd a rendezvény. Ekkor kivonulnak a családok, elkezdenek főzőskézni, a gyerekeknek kézműves foglalkozások, megpróbálunk trambulint is szerezni, hogy még jobban érezzék magukat, kerékpáros ügyességi versenyt csinálunk, utána 18 órától lesz ez a pálinka kóstoló vagy pálinka verseny, ezt követően pedig egy meglepetés koncerttel, majd 8 órától a Projekt 4.1 koncertjével folytatódik az este, utána pedig, ahogy a plakáton is olvasható, retro erezdere hajam vagy buli kifulladásig. Hát erre mindenféleképpen jó a közösségünk, akik alkalmazkodnak ahhoz, hogy amikor táncolni kell, táncolnak, amikor jól kell érezni magukat az asztal mellett, akkor ott érzik jól magukat, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon jó kis bulival várjuk a mezőtúriakat. Személyesen mivel készül, mi az, amit fog főzni, milyen pálinkával nevez, és mi lesz az este első tánca? Hát az este első tánca az mindig mókás, én úgy gondolom, mert a szervezőként mindig próbál az ember rohangálni az asztalok között, hogy kinek miben tud segíteni, illetve mit hozhat még, mivel tudja jobbá tenni az estét. Hát az majd kiderül, hogy kivel lesz, vagy hogyan lesz az este első tánca. Én szerintem egy topogóval fogok majd készülni. Hát be kell, vagyom, a főzési tudásom az nem túl magas, azonban megpróbálkozunk majd ezzel az ételnek az elkészítésével. Hát az ember mindig őszinte, úgyhogy ilyenkor is annak kell lenni. De úgy gondolom, hogy lesznek jobbnál jobb ételek. Pálinkával nem tudom, hogy fogok-e nevezni. Én úgy gondolom, hogy szervezőként majd inkább a többieknek a munkáját próbálom meg díjazni, és az ő pálinkáinak illatait, illetve ízét próbálom majd én is a hát szakértelmemmel megvizsgálni. Én úgy gondolom, hogy én inkább szervezőként próbálok minél többet megtenni a rendezvénynek a sikerességért. Szó volt arról, hogy nem csak béketelepieknek szól a rendezvény, hogyan jelentkezhetnek, hol érdeklődhetnek a városlakói. Így van, a plakáton megtalálható saját telefonszámon, ez a 20-as 55-88-364-es telefonszámon lehet engem megtalálnia, vagy a közösségi portálon egy üzenet keretében van, vagy az utcán is bármikor szívesen állok mindenki rendelkezésére, ahogyan volt ez az eddigiekben is. Itt lehet érdeklődni, hogy akkor a főzés az pontosan hogyan fog kinézni, hánykor kezdődik, a pálinka ügyében mivel kell készülni, mennyit kell hozni, hogyan fog kinézni ez a verseny, és minden más kérdés esetében, vagy észrevétel, javaslat tekintetében állok rendelkezésre. Ez az utcabál mindig is arról volt híres, hogy egy közösség szervezi, és hogyha mindenkinek volt egy jó ötlete, akkor azt bedobta, azt megvitattuk, és hogyha jó volt, akkor azt alkalmaztuk is a buli folyamán. Hát ez a jövőben is így lesz, de szeretnénk, hogyha nem csak béketelepiek, hanem mezőtúr minden részéről jönnének, mert úgy gondolom, hogy ez a szombati nap, reméljük, hogy időjárás tekintve is jól fog alakulni, a buli pedig adott, mert a közösség mindig egy jó kis csapatot alkot, és szeretnénk, hogyha ez minél többen csatlakoznának. Felmerülő kérdés, hogy a nevezések mennyibe kerülnek akár a pálinka, akár a főzőversenyre, vagy akár a rendezvény látogatására? A nevezési díj az díjtalan, tehát nem lesz nevezési díj, sem pálinkában, sem pedig a főzés tekintve. Azt szeretnénk tényleg, hogyha minél többen eljönnének, és mindenki jól érezni magát. Amit még megemlítenék, mert az előbb nem tettem meg,
Ez az, hogy kitaláltuk azt, mindenféleképpen főzünk egy vagy két nagyobb bográsban babgulyást. Ezt szeretnénk támogatói jegy ellenében szétosztani, tehát az étel az igazából ingyenes lesz, de támogatói jeggyel azt szeretnénk támogatni, hogy a játszótér egyes elemei már igen régóta lettek felújítva, és ez felújításra szorul. Erre szeretnénk egy kisebb összeget összegyűjteni a támogatói jegyekből, hogyha összejön. Persze vállalkozók és mások felajánlásait is várjuk ehhez, illetve a közösség, én úgy gondolom, hogy ebben mindig partner volt, így a jövőben is az lesz, kosárlabdapalánkot felújítani, libikókát, a csúszda el van törve, az is felújításra szorul, szeretnénk minél csinosabbá tenni a játszóteret, és ezt támogatói jegyek megvásárlásával tesszük majd lehetővé.